Fölkészül Kósa Lajos képviselő úr és Osztolykán Ágnes képviselőasszony, és mielőtt megadnám a szót a következő hozzászólónak, tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a Diszpáholyban helyet foglaló Jari Villen urat, a Finn Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, valamint Györke Lilla kisasszonyt, Finnország mai napra akreditált tiszteletbeli kisnagykövetőt. Megköszönjük Villen nagykövet úrnak azt a kezdeményezését, amely lehetővé teszi a magyar diákoknak pályázat keretében a magyar-finn kapcsolatok mélyebb megismerését. Egyben gratulálok a mai napra a tiszteletbeli nagyköveti címet elnyert Györke Lillának pályázata sikeréhez. Következő hozzászóló Gyenes Géza képviselő úr, lehet más a politika. Jobbik. Ja, bocsánat. Jobbik. A Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök jelölt úr. Ön a kormányprogramot ismertető beszédében jelezte, hogy a választások eredményét egyben egy társadalmi szerződés létrejöttének is tekinti, amely felhatalmazza, sőt, kötelezi a kormányt az abban foglaltak végrehajtására. Véleményünk szerint ebben a szerződésben, már ha létezne, a Fidesz és szövetségesek csak arra kaphatott volna felhatalmazást a társadalomtól, hogy a választáson elért eredménye alapján az elkövetkező ciklusban kormányozza az országot. Ám hogy ez a szerződés, a kormányzás, és ezen belül például az egészségügy kormányzásának hogyanjára vonatkozóan is megállapodásokat tartalmazott volna, ez erősen vitatható. Hogyan adhatott volna ilyen felhatalmazást a társadalom úgy, hogy a kitűzött célokon túl, melyekkel a Jobbik messze menőkig egyetért, nem váltak ismertekké a célok megvalósításának konkrét eszközei. Jogosan merülhet fel tehát a kérdés, ön, mint leendő kormányfő csak azért tekinti az egészségügyre vonatkozóan is megkötöttnek a társadalmi szerződést, hogy a jó célok megvalósításához netán rosszul megválasztott eszközök okán, esetleg satnyára sikeredett eredmények látán utólag erre a társadalmi szerződésre hivatkozzon mentségül. Ha már társadalmi szerződésről beszélünk, az egészségügyre vonatkozó valós társadalmi szerződésbe nézőpontunk szerint olyan, a társadalom amat döntését kellene belefoglalni, hogy akar-e és milyen mértékben akar prioritást adni saját egészségügyének a társadalom. Ennek a döntésnek a végrehajtása lehetne a kormány igazi feladata. Nos, az egészségügy jelenlegi helyzetében a Jobbik legkevésbé sem érdekelt a kormány sikertelenségében. Ha valahol a nemzeti összefogásnak nincs alternatívája, hát az pont az egészségügy területe. Ha ugyanis megvizsgáljuk azokat a haláloki statisztikákat, amelyek a korai halálozáson belül az elkerülhető halálozásokat jellemzi, akkor jó, ha tudják, tisztelt képviselőtársaim, hogy éves szinten Magyarországon közel 20 ezer ember hal meg korai és ezen belül elkerülhető halálokok következtében. Igenis, nemzeti összefogásra van szükség, hogy a lehető leggyorsabban megállítsuk ezt a folyamatot, amely, ha büntetőjogilag nem is, de hatás alapján népirtásnak minősül, s mely felett az elmúlt 8 év kormánya bűnösen elsiklott. Az egészségügyi program tényfeltáró részei egyébként korrektek, ám hogy az egészségügyben tapasztalható kaotikus állapotokért mennyire okolhatók a várólisták, az ellátó személyzet egyre nyomasztóbb hiánya, a rendszerben és egyelőre még országban maradók túlterheltsége, kiégettsége, az intézményi szintek szinte elégtelen maradék elvű finanszírozásból adódó működési nehézségei, a valós egészségügyi szükségletek felméletlensége, a csak deklaráció szinten létező népegészségügy, ezeket a kérdéseket a tervezetlenség teljes hiányában nincs értelme feszegetni. Annál fontosabb a problémák érdemi megoldása, amelyhez elsősorban, tisztelt hölgyeim és uraim, politikai szándék kell, és persze pénz, egyes esetekben pedig azonnal.
Nincs például időnk arra, hogy az egészségügy munkaerő és utánpótlás gondjait jövőbe vesző homályos ígéretekkel kezeljük. Hogyan akarja a kormány nem adminisztratív eszközzel megállítani az egészségügyi dolgozók külföldre való elvándorlását, a pálya elhagyást, hogyan akarja itthon és a szakképzésben tartani az utánpótlást, vonzóvá tenni számukra az egészségügyi pályát? Milyen forrásokból kívánnak különféle ellátási szintek szükséges fejlesztéseire, a népegészségügyi feladatok teljesítésére fedezetet biztosítani? Nagyon nagy örömmel olvastam például, hogy a mentőszolgálat fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, és tény, hogy ezek nélkül, az elképzelés nélkül, sürgős esetekben 15 perc alatt kiérkező mentő csak hiú ábrán marad. Remélem azonban, hogy azokra a betegekre is gondoltak, akikért, ha nem részesülnek azonnali életmentő beavatkozásban, a 15 perc alatt kiérkező mentőegység jószerivel már nem sokat tehet. Bízom abba, hogy a laikusok ilyen irányú képzése, az emberek egészségtudatos magatartásra való nevelése, a nemzet egészségkultúrájának növelése is megoldást nyer a célok között. A hálapénz megszüntetésre vonatkozó elképzeléseken túl jó lenne megtudni azt is, hogy mit kíván tenni a kormány az egészségügyi kassza rovására létező korrupció és a korrupcióra lehetőséget adó okok felszámolására. Kérdések sora folytatható, hiszen a kormányprogram egészségügyre vonatkozó célkitűzéseinek megvalósítása még sok kérdés megválaszolását igényelné. Végezetül már csak egy kérdés. A kormányprogramban megfogalmazott célok, az egészségügy megmentése, valamint a nemzeti összefogás jegyében és érdekében elfogadják-e önök végre a kormányzó pártok, a szakmák segítségét, vagy netán a rendszerváltás kormányainak eddig alkalmazott gyakorlatát kívánják folytatni, amely mellőzte a szakmával való együttműködést, és amely törvényszerűen vezetett az egészségügy jelen katasztrofális helyzetének kialakulásához. Köszönöm a szót! Köszönöm, Gyenes Géza, jobbikos képviselő.